Tudtad, hogy egy egyszerű trükkkel simán meg tudod duplázni, vagy akár négyszerezni a fotóid felbontását? Szóval egy 10 megapixeles fotóból simán tudsz csinálni egy 40 megapixelest. Vagy egy 24 megapixelesből egy 96 megapixelest. Számottevő romlás nélkül. Szia, sok szeretettel köszöntelek, én Majer Miklós vagyok, és ez az egyszerű trükk, ez a lightroom lévő Super Resolution, azaz... Kacsák. Tehát a Lightroomban lévő Super Resolution az a Super Felbontás nevű funkció. Ez már egy évek kijött, és amikor um, kihozták, akkor a lightroom által az ég tanfolyamomban csináltam is egy videót, ami ezt a funkciót körüljárja. De most újra uh, elkezdtem használni, és még én is meglepődtem, hogy mennyire jó eredményt ad. Uh, Szóval nézzük is, hogy mire képes ez a funkció. Hogy is működik ez? Lightroomban jobb klikkelünk a képre, és azt mondjuk neki, hogy Enhance, majd beixeljük azt, hogy Super Resolution. Enhance. Ezután az eredeti fotó mellé oda tesz egy Enhanced File nevű DNG képet, ami négyszer akkora felbontású lesz, mint az eredeti file volt. Tehát a fotó oldalait megkétszerezi, mindegyik oldal kétszeren hosszú lesz, tehát összességében a felbontás négyszeresére nő. Most bal oldalon van az eredeti 20 megapixeles fotó, amit Canon 6D-vel készítettem, és jobb oldalon a mesterséges intelligencia által felnagyított, megnétezett felbontású fotó, nyilván ilyen kis képen semmi különbség nem látszik, de hogyha itt bele nagyítok, akkor bizony már hatalmas a különbség, nézzük meg, hogy gyakorlatilag olyan, mintha ez egy eredetiben is egy 80 megapixeles fotó lett volna, szinte azt veszük észre, hogy minden részlet ott van, gyönyörű élesek az élek, tiszta a kép, és hogy ide megyek az égre, itt is látszik, hogy milyen szép tiszta az ég, nincs rajta a plusz zaj, az élek ott vannak, szuper minden. Most az emberben fölmerül a kérdés, hogy mennyiben más ez a módszer, ahhoz képest, mint amikor az ember csak simán digitálisan fölnagyítja kétszeresére a fotót. Na most erre is csináltam egy tesztet. Bal oldalon a kétszeresen, a digitálisan kétszeresen felnagyított fénykép van, míg jobb oldalon a mesterséges intelligencia által feljavított fotó. Ugyanaz a felbontás, látjuk a pixelszámot, és nézzük meg, hogy a mesterséges intelligencia által felnagyított kép mennyivel szebb, élesebb, és látszik, hogy gyakorlatilag a ég és föld a különbség. Tényleg úgy néz ki ez a fotó, mintha egy 80 megapixel felbontású fényképezőgépből esett volna ki. Nézzünk egy másik példát. Itt a parlament, ezt egy Canon R7-tel fotóztam, ami 30 kép, 32 megapixel felbontású alapból, és itt a mesterséges intelligencia által megnézszerezett felbontású fotó, mellette pedig a simán digitálisan felnagyított kép, nagyítsunk bele, Látszik, hogy itt is mennyivel tisztább a kép, mennyivel szebbek az élek. És itt az égen látszik nagyon szépen, hogy míg a simán digitálisan megkétszerezett fotón a, a zaj eléggé ott van, itt a mesterséges intelligenci által megkétszerezett fotón alig van ott a zaj, és a, a homogén felületek és a szélek, az élek szépen élesítve vannak, és a, a fotó egészében nézve tisztának, nagyon élesnek tűnik. Tehát gyakorlatilag, amit most itt nézünk a jobb oldalon, ez, a, ez egy 32x4, tehát 128 megapixeles fotó. Tehát ismétlem, ez egy 128 megapixeles kép. Most lássunk egy arcos fotót, bal oldalon a mesterséges által fel turbozott kép, jobb oldalon az eredeti, látszik, hogy az eredeti az 100%-ban éles, és a felturbozott kép is szuper éles, az összes szempilla gyönyörűen ott van, a, a, a bőrnek a, a pórusai is ott vannak, nagyon szépen föl lett ez a kép turbozva, a hajszálak is. Tehát ezen a, egy, a képről egyáltalán nem mondanám meg, hogy ezzel valami volt csinálva, és ez a, egy 20 megapixeles kép, fel négyszerezve, tehát ez egy 80 megapixeles fotóról beszélünk itt. Egy, egy picit talán meg lett vágva, azért nem pontosan azok a számok. Ja igen, egy fontos dolog, többen megkérdezték már élőben, hogy az a lány, akit most látunk a képen, az a feleségem? Nem, nem a feleségem, nem is a barátnőm, hanem egy modell, Mercinek hívják. Kétszer dolgoztam már vele együtt, és rengeteg Fotón van róla, és mivel hozzájárulását adta, hogy a fényképeit felhasználja, milyen nyilvános videókban is, ezért lett a gyakran a videóimban. Természetesen, hogyha az eredeti fotó nem volt 100%-osan éles, vagy egy kicsit zajos volt, akkor nyilván a mesterséges intelligencia se tud mit csinálni, a zajt is meg fogja kicsikét növelni, és nyilván plusz élességet se fog tudni hozzáadni a képhez. Látszik ezen a fotón, hogy itt egy kicsikét már kevés fény volt, magas volt az izó, és emiatt látszik, hogy nem 100%-osan éles, mert a fókuszja se volt 100%-osan jó helyen, és az izó is viszonylag magas volt, illetve útomunkában kellett az árnyékokat világosítanom. De összességében azért ez egy nagyon jó kép, és ha megnézzük, ennek a felbontása még mindig 128 megapixelt, tehát ez most egy 128 megapixeles kép. Természetesen, hogyha ezt egy eleve 128 megapixeles fényképezőgéppel fényképeztük volna, akkor valószínűleg ennél több részlet látszódna. De egyébként más tesztfotókon azt vettem észre, hogy összességében ez a Super Resolution funkció körülbelül kétszeres felbontás javulást eredményez a valóságban. Tehát olyan, mintha egy 20 megapixeles fotó helyett egy 40 megapixeles képünk lenne. Körülbelül annyi részlet látszik ezáltal a funkció által. Természetesen ez a trükk azért nem mindenható, tehát nyilván egy alapból 96 megapixeles fényképezőgépből kieső fotón valószínűleg több részlet lenne, de akkor is ez nagyon-nagyon jó eredményt ad. Te használtad már ezt a Super Resolution funkciót? Ha van vele bármilyen tapasztalatod, kérlek írd meg a videó alatt kommentben. Illetve, hogyha tetszett ez a videó, akkor nyom meg alul a Like gombot, hogy az algoritmus kicsit előrébb hozza, valamint iratkozz fel a csatornámra, és akkor nem fogsz lemaradni a következő videóimról. Nem sokára találkozunk, szia! Illetve még egy dolog, készítettem egy PDF-et, amiben a leggyakrabban használt Lightroom-os billentyű a billentyű parancsokat szedtem össze, hogyha gyorsabban akarsz a Lightroom-os szerkesztéseiddel végezni, akkor ajánlom, hogy ezt a Lightroom billentyű kombinációk PDF-et töltsd le, majd belinkelem a videó alá. Sziasztok!